kemény volt. Jó, hogy le vannak csavarozva az ülések. Egy korszerű városi busz fékrendszere az alkalmassá teszi arra, hogy az a 18-20 tonnás dög megálljon néhány méteren belül. Van viszont egy fontos oka annak, hogy a buszsofőröknek kifejezetten tilos padlófékkel megállítaniuk a járművet, és a magyar ez a teljesen egyszerű. Ha a busznak hirtelen kell fékeznie, ott az utasok, mint a tekebábok, úgy esnek el a buszon. És ez elképesztő veszélyforrást hordoz magában. Az Ariva busz három fővárosi telephelyéről hajnalonként 400-420 busz hajt ki a budapesti forgalomba. Ezeken a csuklós buszokon 8, a szóló buszokon pedig 7 fedélzeti kamera figyeli egész nap a forgalmat, kint is és bent is. Mi most eljöttünk az Andor utcai telephelyre, hogy megnézzük, mennyire hasznosak ezek a felvételek. Ez nagyban megsegíti a járművezetőknek a munkáját is, ugyanis, hogyha megnézzük itt a fülkében, ezen a kis monitoron látni fogja a buszon zajló eseményeket. Ezek vandálbiztos kamerák egyébként, tehát amennyiben valamiféle szabotázs éri a kamerát, megpróbálják leverni egyebeket, az jelez a járművezetőnek. Ezek a kamerák olyan drámai közlekedési helyzeteket látnak évente több száz alkalommal, amelyekben valamilyen másik járművel ütközik a busz, esetleg hirtelen fékezésre kényszerül, és odabent eldőlnek az utasok, mert valamilyen közlekedési balesetet próbál elhárítani a sofőr. Ezekről a rendhagyó és tanulságos esetekről szól a Dr. Herpi Fogadóra című műsorunk rendhagyó epizódja egy buszgarázsból. Sokan közlekedők úgy gondoljuk, hogy a buszok az egyik legbiztonságosabb résztvevője a közlekedésnek, hatalmas nagy méretű járművek, alig lehet bennük kárt okozni, és a legprofibb résztvevője is a közlekedőknek, hiszen profi sofőrök vezetik őket, a buszok úgy is figyelnek mi ránk. Elképesztően rossz hozzáállás ez és félreértés, amin ideje változtatni. A helyzet az, hogy a jármű nagymérete miatt sokkal nehezebben tud a közúton mozogni, és a buszon nagyon sok utas utazik. Ezért pont ez az a járműfajta és közlekedő, akire nekünk kellene jobban odafigyelnünk. És most nézzük végig azokat az eseteket, amiben a buszokat baleset éri. Az egyik ilyen tipikus szituáció, hogy a busz előtt jobbra bekanyarodik az autós. Hát valahogy úgy gondolja, hogy még gyorsan a busz előtt beslitszanok, és majd jobbra bekanyarodok, és ez mégsem sikerül. Erre nem lehet azt mondani, hogy nem láttam a buszt. És most nézzük meg, hogy bent mi történt egy ilyen kis koccanásos baleset esetén. Elindul a busz, minden rendben van, és jön a fékezés. És tessék megnézni, hogy ebből a legsúlyosabb sérülés is könnyűszerrel származhatott. Ha már a buszon való elesésről van szó, akkor, amikor valaki például nem ad elsőbséget a busznak, és emiatt a buszosnak hirtelen kell fékeznie. Elesnek az utasok, valaki megsérül. A busz megáll, az okozó elhajt, hiszen ő azt hiszi, hogy itt nem is történt semmi különösebb, senkinek hajaszála nem görbült. És ha már mentőt hívtak, ha már van személyisérülés, akár egy horzsolás, akkor rögtön felmerül, hogy segítségnyújtási kötelezettsége volt annak az autóvezetőnek, aki miatt elestek a buszon. És a rendőrség már indítja is a nyomozást a büntető törvénykönyv 166. paragrafusába ütköző segítségnyújtás elmulasztása miatt, aminek a büntetési tétele 2 évig terjedő szabadságvesztés. Szoktam azt mondani oktatásokon, hogy próbáljuk meg a defenzív vezetést erőltetni, ami arról szól, hogy előre látjuk, vagy megpróbáljuk kitalálni a többi közlekedőnek a reakcióját egy adott szituációra, mert ezeknek a Mercedes, illetve MAN típusú buszoknak olyan műszaki paraméterei vannak, amiket, hogyha maximálisan kihasználna a járművezető, akkor azzal sok esetben nagyobb balesetet okoznak általában. Tehát mondjuk azért nem szabad padlóféket nyomni, mert a busz esetében sokkal nagyobb kárt okozunk azzal, hogyha ezt megtesszük, mint mondjuk adott esetben egy korrigálós kormánymozdulattal elérni. Például előfordult az, amikor a kollégának jobbról nem adták meg az elsőbséget, amit egy olyan hirtelen kormánymozdulattal védett ki, illetve hárított el, hogy szinte a mellékutcába bekanyarodva tudta az ütközést elkerülni, ezáltal az utasok testépségét megvédeni.
Kressznek van egy olyan szabálya, hogy a megállóhelyről éppen elinduló buszt be kell engednünk. És sajnos nagyon-nagyon-nagyon sokan ezt nem tartják szem előtt, és nem engedik be a buszt. Pedig aki nem engedi be, annak az autójába ül egy-két-három ember a buszon, meg tucatjával vannak emberek. Tessenek neki segíteni, beverte a fejét. Nagyon helyesen, azonnal a segítségére sietnek az utasok. Ilyenkor a távolabb álló utasok úgy képzelik, úgy gondolják, hogy a közelebb állók majd úgyis segítenek, és ezért nekik nem kell segíteniük. És felhívom a figyelmüket, hogy a segítségnyújtás elmulasztása nevű bűncselekményi tényállásban nincs olyan benne, hogyha közelebb van ott valaki, aki talán segít, akkor az minket mentesítene a segítségnyújtás alól. Tehát ezért kérem, forgalmas helyen is menjünk oda, érdeklődjünk, és ha kell, nyújtsunk segítséget annak, aki bajba került. A másik tipikus szituáció, hogy akkor, amikor a busz megáll a busz megállóban, akkor a mögötte közlekedő beleütközik. A kamerák ellátottsága, illetve elhelyezkedése alapján, illetve magának a motornak az elhelyezkedése alapján a bal hátsó része a busznak az, amelyik nem nagyon kontrollálható. Ettől függetlenül nagyon sok olyan eseményünk van, amikor a busz megállóban álló busz bal hátuljának lennek neki a kikerülni szándékozók, valami oknál fogva nem tudják felmérni a távolságot. Tipikus baleseti ok, amikor a zebra előtt a külső sávban megáll a busz, a belső sávban valaki érkezik az autójával, és a busz takarásából a zebrán áthaladó gyalogos besétál az autós elé. És a gyalogos a saját lélek jelenlétének köszönheti, hogy nem gázolták el. A Kressz ezzel kapcsolatban teljesen egyértelműen, feketén-fehéren előírja, hogyha a zebra előtt áll egy jármű, például egy busz, akkor amellett meg kell állni, és csak akkor szabad tovább haladni, hogyha az autós közlekedő meggyőződött róla, hogy ott nincs gyalogos, akinek elsőbséget kell adnia. Különös konfliktus forrás a buszok találkozása a biciklisekkel. Különösen igaz ez például akkor, amikor a biciklisek a buszsávon közlekednek, és a buszos mérlegelni kénytelen, hogy akkor most kikerüli a kerékpárost, vagy inkább haladjon lassan mögötte. Itt talán inkább azt gondolom, hogy a bicikliseknek kellene belátni, hogy mögöttem közlekedik egy nagyon nagy jármű, akinek a vezetője nagyon sok mindenkinek a biztonságára kénytelen odafigyelni. Tehát a kerékpáros az, akinek ilyenkor kellene inkább alkalmazkodnia a buszhoz, mint fordítva elvárni, hogy majd a buszos vigyáz én rám is. Ez egy tipikus eset lesz arra, hogy igazából a biciklisnek kéne a busszal vagy a buszra figyelnie. Mint látható, itt a kerékpáros szabálytalanul sávot vált. Ahelyett, hogy az út jobb oldali részén közlekedne, ahogy neki azt a Kressz előírja, és ebből van a baleset. De ez nem a mai adásnak lesz a témája, egy külön részt fogunk szentelni majd a kerékpárosok közlekedésére és biztonságára is. Az Arriva buszai havonta átlagosan 2,5 millió kilométert közlekednek a budapesti forgalomban, és évente 500 olyan baleset történik, amely nem az Arrivás sofőrök hibájára vezethető vissza. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy minden egyes buszra körülbelül 40 ezer kilométerenként jut valamilyen eset. Engem nagyon érdekel, hogy mi, a buszok utasai mit tehetnénk annak érdekében, hogy ez a szám ne nőjön, hanem inkább csökkenjen. A buszon történő biztonságos utazás egyik hátulütére szeretném felhívni a figyelmét. Itt a lábunknál található sárga felfestésre. Nem véletlenül van ez itt felfestve, ugyanis arra szeretnénk megkérni a kedves utasokat, hogy ne álljanak oda. A járművezetőnek a kilátását nagyban zavarja az, hogyha valaki ide áll, mert ugye a holteret megnövelik. De menjünk akkor végig. Itt látható a buszokon a kialakított biztonsági rész, ami a babakocsiknak, lehet itt látni a piktogramokból, illetve a mozgássérülteknek van fenntartva. Amit még lényegesnek tartok megjegyezni, az a szélfogó.
ez elég praktikus dolog, ugye az ajtók nyitásakor a buszon utazókra a húzatot hivatott megvédeni. 93 ezer forint az ára egyébként, és nálunk sajnálatos módon fogyóeszköz, de amennyiben valaki ennek neki esik, akkor különösebben nagyobb kár nem érheti. A szélvédőkhöz hasonlóan ezernyi apró darab történik, és kis hámsérülésen túl nem okoz mást. Itt helyezkedik el a motortér, ezt mi a kakasülőnek hívjuk, viszonylag biztonságosan lehet utazni, de én azt szoktam mondani, hogy mindig a menetiránynak háttal történő utazás az egyik legbiztonságosabb, bármennyire is nem szeretik sokan. Bármennyire is profi járművezetőink vannak, emberekről beszélünk, tehát ők is hibázhatnak. A statisztikai adatokat figyelembe véve, minden 5 eseményre történik egy sofőrhiba, ami a mi hibánk. Ezek a hibák, ezek általában klasszikus kressz szabálysértések, elsőbség, sávváltás. Amennyiben ilyen eset előfordul, természetesen járművezetőink akár szimulátoros, vagy akár utánképzésre is küldhetők ezzel kapcsolatban. Természetesen nyilván tartjuk azt is, hogyha valaki hosszú időn keresztül balesetmentesen vezet a budapesti tömegközlekedésben, ami azért valljuk be nem túl egyszerű. Jelenleg ott tartunk, hogy van olyan kollégánk, aki 15 ezer órát meghaladóan balesetmentesen vett részt a budapesti közlekedésben. Ez volt a Dr. Herpi Fogadóra című közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési műsorunk városi buszos epizódja. Ha tetszett, kövessetek minket Instagramon, lájkoljatok minket Facebookon, és iratkozzatok fel az alapjárat.hu YouTube csatornájára. Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk, addig várjuk észrevételeiteket és kommentjeiteket a poszt alatt.